Sziasztok! Pécsváradra megyünk ma esküvőzni. Nagyon jó társaság lesz ma ott. Így van, a ceremóniamesterünk dr. Váncsody József lesz, őt már láthattátok nálunk. A Kortalan rendezvényszervezés és dekoráció csapata, Ildi és Kriszti fognak élményt varázsolni a pár álmaiból, és DJ Illek fogja jobbnál jobb slágereket a hangszórókra küldeni. Ja, és egyébként Melinda is Dávid esküvére megyünk. Ilyen helyen még nem dekoráltunk, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. Picit ez a kastély, ugye várban vagyunk, de picit ez a kastélyos feeling volt a számottevő. Ezt most nagyon el fogom mondani, de ezt mit vágjátok? Nem tudom, hogy most egy év múlva fogom vágni, ahogy most állok a dolgok. Jövőre meg lesz. Tehát kastélyos feelingben készült a dekoráció, sok gyertyatartót használtunk, sok szép púderszínű virágot. Nagyon világos, nagyon homogén a terem, ezért kellett egy kis színt belevinni. Nem csak mi dekorálunk a terembe, hanem a Matyiék is, a DJ. És ez azért nagyon jó, mert ők ilyen sútó fényeket használnak a terembe, és gyönyörű ünnepi hangulatra lesz, és akkor, amikor ez működik, és egyben látható, az akkor van kész az egész dekoráció, tehát most nagyon szépek lesznek a fények, szépek a virágok, szépek a székek. Úgyhogy sok-sok gyertya van, sok virágzöld, úgyhogy igyekeztünk a homogén termet egy kicsit színben felöltöztetni. Nagyon-nagyon illik a Melindához, mert egy nagyon visszafogott, elegáns menyasszonyunk van, és hát ugyanezt tudom elmondani a vőlegényekről. Tehát ezt a két dolgot vettük figyelembe a tervezésnél, a menyasszony és a vőlegény stílusát, illetve a helyszínnek az adottságait. Próbáltuk kiemelni a szépségeit, elfedni a... hát azt nem sikerült, egy-két ház. De azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk, és szép. Nekem tetszik, elégedett vagyok most. Minimális, de... Köszönöm. Meli hamarosan végez az öltözéssel, és lemegyünk a polgári szertartásra, aztán pedig a templomira. Minden itt lesz helyben, klasszul alakulunk, éppen felhősödik, úgyhogy nekünk ez tökéletes. Mert elkezdem a szertartást, egy rendhagyó dolgot fogunk tenni. Van egy nagyon kedves cédrus doboz, Dél-Afrikából érkezett hozzám egyszer még egy barátom által. Ebben vannak a gyűrűk, most el fogom indítani körbe. Oda leviszem, azt kérem mindenkitől, hogy egy pillanatra fogja kezébe, és egy pozitív érzéssel, gondolattal ruházza ezt föl. Tegye ezt azzal a komolysággal, hogy egy életen keresztül ott lesz az ujjukon ez a pozitív gondolat, ez a szeretetteljes üzenet, amit a gyűrűbe zárnak. Ez lesz az egy gyűrű mindegyik felett mostantól. Egy temetésben egy halálfejes, meg egy műanyag szívó. Azzal is megcsináljuk, csak azért is őszintén benne. Összeadtuk Dávidot és Melindát, mármint hogy nem mi, de részben mi, mert igazából tanúi voltunk a házasságkötésüknek, és most csoportképeket fogunk csinálni, kis csoportképeket.
vasárnap van. Eljöttünk kreatív fotózni Melivel és Dáviddal. Ugyanott vagyunk, ahol az esküvő volt, igen. Egész klassz a helyszín, hogy itt körülfordulok, akkor látjátok. És itt fogunk fotózni nem sokára.